1884 márciusában mondták ki ténylegesen a Nyíregyházi önkéntes Tűzoltó Egylet működését. Ezzel kezdődött a városra, és idővel az egyre nagyobb területre kiterjedő szervezett katasztrófa védelmi munka. A Nyíregyházi tűzoltóság tehát idén ünnepli fennállásának 140 éves évfordulóját, ennek apropóján pedig pénteken és szombaton a Vármegye székely ad otthont a Vármegyei tűzoltónapnak, Szent Flórián napjához kapcsolódóan ez a tűzoltók életében az egyik legfontosabb nap, ugye tűzoltók számára ez egy, ez egy ünnepnap, elődeink is, ugye védőszentjünként tisztelték, és mi is védőszentjünként tiszteljük Szent Flórián rakját, ugye, akit időszámításunk után, ugye 304-ben a ENSZ folyóba dobták bele, és vértanúként, ugye, mártírharált hart, vállalva, ugye, felvállalva a kereszténységét, illetve a katonái mellé kiállt, és ö, olyan eseményeket tulajdonítanak ugye alakjához, tehát egy óriási tűzvész például ugye pusztította abban, ahol szolgált abban az erődben, és a, az ő isteni erejének tulajdonították, hogy azon sikeresen felülkerekedtek ezen a tűzvészen. A tűzoltók ünnepi rendezvény sorozata pénteken indul Nyíregyházán koszorúzással, látványos felvonulással és elismerések átadásával. A rendezvényünk keretében ahogy általában minden évben megszoktuk koszorúzni Szent Flórián szobrát a Flórián téren, ezt most is meg fogjuk tenni, május 3-án 9 órától tervezzük ezt a koszorúzást, ott egy állománygyűlés, egy rövid ünnepség keretében megemlékezünk Flóriánról, és onnan pedig a laktanyába, tűzoltó laktanyába, az ott elhelyezett emléktáblán, amit a Nyíregyházi Önkormányzat állítatott a nyiregyházi tűzoltók básor, bátor és hősies helytállásának tiszteletére. Ott tervezünk egy koszorúzást, még onnan pedig egy nagyon díszes felvonulást szeretnénk, a tűzoltó kocsik kíséretében, rendőrségi felvezetéssel, és a természetesen a nyíregyházi Szabolcs koncert zenekar zenei támogatásával, természetesen bízunk benne, hogy az időjárás ezt engedni fogja. Nem egészen két héttel ezelőtt lépcsőfutóversenyt rendeztek Nyíregyházán. A tűzoltók 20 kg többlet súlya 9 emeleten futottak fel a Bánki Donát középiskola külső lépcsőházában. A lánglovagok a tűzoltó naphoz kapcsolódóan szombaton újra megmérettethetik magukat. Hagyományteremtő szándékkal ugyanis első alkalommal rendezik meg a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbát. A tűzoltósághoz hozzátartozik az, hogy fizikailag megfelelő állóképességbe legyünk, és versenyek ugye megrendezésre kerülnek, országos nemzetközi sportversenyek, tűzoltósportversenyek is. Ez amellett, hogy megmutatjuk kifele ugye a külvilágnak, hogy mit kell egy tűzoltónak ugye végrehajtani, mi várhat rá egy bevetésen, amellett egy óriási közösségformáló erőt is alkot képez ezek az események. És mi már hát hosszú-hosszú ideje járunk versenyezni, és Végül is régóta érlelődik ez bennünk, hogy, hogy igen, végre itt Nyiregyházán is mutassuk ezt meg. Hogy, hogy, mégis milyen egy ilyen tűzoltó verseny, ugye rendkívül színes kísérő programokkal fogjuk gazdagítani, fűszerezni a napot. Ezeket különböző társszervezetek biztosítják, így például az idén 25 éves Kelet-Magyarországi Speciális Mentők Egyesülete tart majd bemutatókat. Lesz gyereksarok és a tűzoltók is készülnek látványos produkcióval. Az erőpróba helyszíne a Kossuth lesz, ahová az ország számos pontjáról, sőt határon túról is érkeznek versenyzők.